Végén az utolsó előadáspáros egy fantasztikus űrutazásban fog benneteket meginvitálni, úgymond, hiszen Melinda, aki világbajnok zselésépítő oktatónk és műkörömépítő szakoktatónk, szalonpipe körmöket fog nektek építeni a tavaly bemutatott és nagy sikerű Supernova Decoration Gel zselékkel, illetve körömnyomdával díszíti, és ugye a Chrome Mirror Chrome Pigment porokkal is fog egy apró csavart belevinni. És ugye itt a másik oldalon, színpad másik oldalán Balázsi Szilvit láthatjátok, aki ugye még abszolút rendezvény színpad szűz, hogy így fogalmazzak, úgyhogy szorítsatok velem, hogy tökéletesen teljesítse ezt az új feladatot számára, de én azt gondolom, hogy mindent belefogadni, és szuper lesz Szilvi is a színpadon. Szilvi pedig egy galaktikus űrutazásra hív meg benneteket, ugye most fognak akkor bemutatkozni a Hypernova háromlépéses kristallakok, amiket már ugye nagyon beharangoztunk nektek a mai nap folyamán, tehát érdemes velünk maradni, hiszen ez is lenyűgöző előadás lesz, és akkor én át is adnám a szót a lányoknak. Hát engem ért a megtiszteltetés, hogy itt közben konferáljak a lányoknak, úgyhogy a Zsuzsi helyett most egy kicsit én fogok segíteni, és akkor ha jól tudom... Be is mutatnám Sebestyén Ágit, aki veletek lesz most az utolsó etapban. Én neki is hadd kérjek egy tapsot. Mégis, köszönöm szépen. És hát úgy tudom, hogy a Melinda fogja kezdeni a bemutatót, úgyhogy én ide is jövök hozzá megkérdezni, hogy mit fog készíteni, mivel fogja készíteni. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit így a nap végén. Amit én beszeretnék nektek mutatni a mai napon, az egy szalonpipe köröm. Ugye már itt egy köröm hiányzik a készmunkából. Egy Supernova zselével fogom majd a szabad szélt kiépíteni. Körömágy magasítással és mosolyvonal reszeléssel, és utána egy nagyon egyszerű nyomdás mintát fogok nektek mutatni az új karácsonyi nyomdalemezekből, amire majd egy picit a hologramos, vagy bocsánat, a multipörlös Chrome Mirror pigmentporokkal fogok majd díszíteni. Igazából, ami a sajátosság ennek az egésznek, hogy én a Curimove gél termékcsaláddal, a zselé termékcsaláddal fogom építeni ezeket. Ugye már a múlt alkalommal megismertétek ezeket a termékeket, és amit nagyon ugye jó megjegyezni róluk, hogy abszolút nem égetnek, oldható zselék, és nagyon rugalmasak. Viszont ezáltal, hogy rugalmasak, túl hosszú körmökhöz én nem nagyon szoktam javasolni ezt a termékcsaládot, inkább a rövidebb körmökhöz, de hát ugye látjátok, hogy ez, amit most fogok építeni, ez nem egy hosszú köröm, ugye ez egy szalonpipe köröm, teljesen hordható, kényelmes, nagyon szeretik a vendégek, és ezzel az anyaggal nagyon könnyű megépíteni. A másik előnye, amiért ezt az anyagot választottam, az az, hogy ugye oldható, és azt tudjuk, hogy az extrém formákat tölteni nem lehet, nem tudjuk tölteni őket. Ezért ugye a zselénél ugye az eltávolítás eddig csak reszelővel történt, aminek ugye vannak buktatói azáltal, hogy ugye a körmöt akár el is tudjuk vékonyítani. Viszont ha ezzel a termékcsaláddal építitek meg a körmöt, akkor le tudjuk oldani a következő alkalommal, amikor jön a vendég a körmöt, és egyáltalán nem sérül vele a köröm. És szerintem ez azért sokkal humánusabb megoldás mondjuk, mint a reszelés. Úgyhogy ezzel a termékcsaláddal fogom megépíteni, egy picit előkészültem. A természetes körömlemezt megmatítottam egy 180-as zöld extrém reszelővel, ugye természetesen előtte ugye bőrfeltolás, kaparás történt. Utána előkészítő folyadékként használtam a spray-prepet, illetve a savmentes primert, ugye amit nagyon-nagyon vékonyan vittem fel a természetes körömlemeznek az egész felületére. Majd egy picit vártam ugye, hogy a savmentes primer után a base gel fölkerüljön, ez a Builder base gel volt, amit én használtam, amit vékonyan felvittem a természetes körömlemeznek a felületére, és ugye megköttettem, ezt LED lámpában köttettem meg, körülbelül egy olyan
másfél percig. Ugye ez az a tapadó zselé, ami nagyon-nagyon maximális tapadást biztosít a zseléskörmök alá. Nálam mióta ezt az anyagot használom alapozó zseléként, azóta bézgélként, azóta nálam soha nincs felvállási probléma, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek. Tehát mondhatjuk, hogy mindenkinél használod egyébként ezt a terméket? Igen, tehát a zselés technikánál most már mindegyik vendégemnél csak ezt kenem alá, és semmi probléma nincs. Az oldhatóságát tekintve, ugye mivel a CuriMove gél oldható anyag, nagyon jól oldódik a kettő együtt, tehát fantasztikus. Nyilván ugye azért eltávolítom a nagy anyagmennyiséget, és a vékonyabb anyagmennyiség szerintem egy ilyen 8 perc alatt leoldódik. Igen, ez nagyon fontos, hogy egy vékony anyagmennyiséget szabad csak a végén hagyni, és ezt oldjuk le, tehát ne azt várjuk tőle, hogy egy nagy vastag anyagmennyiséget oldjunk le egyszerre. Igen. Jó, és ugye a Bader Base Gel kötése után a sablont fel fogom helyezni ugye pipe formának megfelelően, ugye meg fogom emelni a sablont, és az alapréteget pedig a CuriMove gél építő családnak, ugye hát a Clear termékével fogom majd megépíteni, ugye egy átlátszó alapot fogok építeni. Sokan félnek egyébként a leoldástól, és hogy miért is kell, hogy jó legyen nekünk egy ilyen leoldható zselé család, és azt látom, hogy kevesen használják még mindig ezt a terméket igazából a deformált körmöknél is, miután egy idő után ugye elkezd lefelé nőni például a köröm, nagyon fontos, hogy lecseréljük őket, úgyhogy szerintem kifejezetten jó erre ez a termék. Addig áthathatjuk a szót a Szilvinek? Közben átmegyek Szilvihez, és akkor megkérdezzük, hogy ő hogyan fogja elkezdeni az előadását. Sziasztok! Én egy galaxis hatást készítettem az új Hypernova géllakokkal. Tényleg galaktikus? Biztos többen tudjátok, hogy én aktívan dolgozom ugye a mai napig szalonban. És azt gondolom, hogy ezt a fajta hatást amúgy elég sok vendég kéri, és most tényleg 100%-osan meg tudjuk ezt valósítani. Ugye sima, egyszerű géllakozásra fogjuk kezdeni. Bőrfeltolás, kaparás és formareszelés után egy Bader Base Gelt használtam alapnak. Ugye tudjuk, hogy most már ezt az anyagot is lehet használni az erősebb tapadás érdekében. Jó, kötési idő az 1-2 perc volt. Jó, és ezután fekete alapot fogok használni. Amúgy meg is mutatnám itt a saját körmömön, hogy jobb kezemen a 4-es géllak van, a bal kezemen pedig az 5-ös Hypernova. Ezeket most én önmagában két rétegben fekete alap nélkül használtam, így is lehet használni. Én azt gondolom, hogy így is nagyon szép, viszont most fogunk fekete alapot is felkenni. Még mielőtt felkennéd, azt elmondanád, hogy a kötési idő az milyen lámpára értendő? Mi most itt, az én lámpám az ledes lámpa. Szeretném is felhívni a figyelmeteket arra, hogy aki főként géllakozik szalonban, én azt gondolom, hogy nyugodtan használjunk csak ledet is. Én is azt javasolnám. Sokkal egyszerűbb, gyorsabb, könnyebb vele a munka. Úgyhogy ezeket a kötési időket ugye én most erre vonatkozóan mondom. Jó, de amúgy nyilván lehet UV lámpával is dolgozni. Akkor általában azért 2-3 percről beszélünk. Hát nyilván ugye minél pigmentáltabb egy anyag, annál így jobb, van, hogyha egy ledes fény éri, sokkal könnyebben átköt, és ez főleg igaz ugye a géllakokra. Igen. Jó, hogyha a fekete az a 3S12-es géllakom lesz. Ugye a fekete anyagokat tudjuk, hogy mindig vékonyan használjuk, úgyhogy ennek megfelelően fogunk dolgozni ezzel is. Közben úgy látom, hogy Melinda éppen az alapréteget keni. Jól látom innen? Igen. Az alapréteget felviszem vékonyan, utána be fogom tenni az UV, vagyis bocsánat, ezt a LED lámpába fogom berakni, mert ugye a CuriMove gél termékcsalád köt LED lámpában, ugye pont az előbb erről beszéltetek ti is, és meg fogom hajlítani ezt az alapréteget, majd utána egy körömágy hosszabbítást fogok majd elkészíteni vele. Milyen ecsettel szeretsz dolgozni, Melinda?
Én most ezt a Nero Merlot 3-as ecsettel készítettem, én inkább a szélesebb ecseteket szeretem, azért, mert nagyobb anyagmennyiséget is fel tudok venni ugye ezekkel az ecsetekkel. Természetes szőrű ecset révén ugye igazából jó a lágyabb, illetve a sűrűbb zselékhez is. Ugye nyilván a sűrűbbhöz javasoljuk őket. Maga ez a Curimu gél igazából ez egy ilyen közepesen sűrű. Én nagyon szeretem a Nero Merlot 3-ast hozzá. Uh-huh. Most lámpázzátok, ugye éppen? Már meg volt, most hajlítani fogom. És most hajlítani fogsz. Mennyi idő a hajlítási idő? Ez változó, attól függ ugye, hogy milyen erős az UV lámpánk. Ez körülbelül most egy ilyen 10 másodpercig volt bent az UV lámpában, most bocsánat, a LED lámpában. UV lámpában nyilván ez egy picit több ez a hajlítási idő, de célszerű mindig ellenőrizni, ugye egy picit a csipeszünkkel, és csak utána rögzíteni a cév megtartó csipesszel. Vagyis én a klipet fogom használni, ezt a cév megtartó klipet, hiszen a pipe-nak az oldal vonala az párhuzamos, éppen ezért ez a párhuzamos klip ez tökéletes lesz ehhez a formához. Jó, közben itt a Szilvi már fölkent egy réteget a fekete színből, és most fog egy második réteget kenni belőle, ez nagyon fontos. Miért is? Hát ugye megfelelő fedés érdekében mindig kettő réteget használunk a klasszikus géllakokból, úgyhogy ebből is. Illetve hát nagyon-nagyon fontos, hogy itt vékonyak legyenek a rétegek, tehát én azt gondolom, hogy egy rétegben nem is szabad azt várni, hogy teljes fedése lesz akármelyik színnek, mert hogyha nem elég vas, vagy nem elég vékony, ugye akkor nem köt meg, nem köt át, főleg egy fekete szín, ami igazán pigmentált. Igen, úgyhogy vékonyan dolgozunk vele, ez nagyon-nagyon fontos, éleket lezárjuk, és úgy fogjuk 1-2 percig kötetni LED lámpában. Jó, közben átnézek Melindához is, aki éppen a sablon távolítja el. Igen, egyébként az az érdekes, hogy igazából a mosolyvonal reszteléses technikánál nem mindig szoktuk a sablont eltávolítani, vagy nem javasoljuk, de én jobban szeretek így dolgozni, hogyha a sablon el van távolítva. Próbálok mindig figyelni egyébként, ahogy dolgozom, illetve majd amikor resztelem a mosolyvonalat, hogy ne törjem le ezt a vékony alapréteget. Úgyhogy így fogom elkészíteni most a körömágy hosszabbítást. Ettől függetlenül, aki kevésbé gyakorlott rajta... Annak természetesen azt szoktam ajánlani, hogy hagyja fönt a sablont az alapréteg alatt, amíg ugye nem történik meg maga a mosolyvonal reszelés. És a Curimove gél termékcsaládnak a Cover Pinkjével fogom a körömágy hosszabbítást kialakítani. Ugye egy picit mélyebb mosolyvonalat próbálok meg építeni, és erre fogok majd egy magasítást készíteni a Cover Fill-lel majd. Ugye figyelek a körömágy hosszabbító anyag eldolgozására, a hátsó bőrredő felé elvékonyodik az anyag, ugye a mosolyvonali részen pedig vastagabb, egy picit ugye ezáltal eltakarjuk vele a természetes körömlemeznek a mosolyvonalát. Jól látom, hogy ez egy kicsit hígabb anyag? Igen, ez egy nagyon picit hígabb anyag, úgyhogy próbáltam gyorsan dolgozni vele. Azért mondjuk az a szerencsénél a mosolyvonal reszelésnél, hogyha nem vagyunk 100%-osan pontosak éppen az építésben, akkor ugye a reszeléssel lehet ezt tökéletesen korrigálni, hogy teljesen szép, szimmetrikus és nagyon éles mosolyvonalunk legyen majd. Jó, közben Szilvihez átnézünk, hogy hol tart éppen. Én kiszedtem egy sablonra egy pici hipernova gél lakot, ez a 2-es szín, ez egy ilyen zöldes lilás árnyalatban játszó gél lak. De szépen csillog. Nagyon szépen csillog, amúgy ünnepekre is szerintem biztos, hogy nagyon népszerű lesz, de nyilván ugye ez a technikához is megfelelő. Úgyhogy kiszedtem egy kis anyagmennyiséget, ebből sokkal könnyebben fog tudni dolgozni, és nulla sort ecset segítségével fogom elmosni a felületem. Fogok a hátsó bőrredő felől és a szabad szélek felől is elmosni egy kevés anyagot. Egy szintetikus szőrecsetet fogok most használni,
Ez teljesen megfelelő a zselés anyagok használatára. Melyik színnel is dolgozol most? Ez a kettes. Uh-huh. A kettest pedig úgy látom, hogy a katalógusunknak a második oldalán találhatjátok, hogyha itt meg szeretnétek nézni. Ez az ecset egyébként szerintem azért tökéletes erre a technikára, mivel szintetikus szőre miatt ugye sokkal puhább, és ezért könnyebben el lehet dolgozni ezeket a kis apró szemcséket a felületen. Ugye ezek olyan csillámszemcsék, amiket különböző szögből nézve más színt adnak. Ugye ebben rejlik ennek az anyagnak a szépsége. Egy kicsit hasonlít nekem a kaméleon zselékre. Azok is hasonlóak voltak, ugye azok is mindenféle színben játszottak, de érdemes egyébként ezeket a zseléket megnézni, mert így élőben is, mert ezek még jobban színjátszósak szerintem, hogyha lehet ilyet mondani. Tehát nagyon érdekes csillogásuk van, amit azt gondolom, hogy így a képernyő azért nehezen tud visszaadni. Igen, arra figyeltem, hogy a középső, tehát a köröm közepe felé hagytam azért fekete hátteret. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az űrben is ugye fekete szín van, azért az is maradjon meg, tehát nem mostam rá teljes egészében, hanem csak egy ilyen sejtelmes csillogást adtam neki, úgyis majd a kis ujján van amúgy fölkenve teljes egészében, és akkor van egy ilyen tematika az egész 10 körömben. Hát meg hogyha például az egész köröm felülete csillogna végig, akkor talán a díszítés sem hát jönne igen. ki annyira rajta. Úgyhogy én is azt javaslom egyébként, hogy ne legyen tele csillámozva soha egy köröm felület, akármennyire is a vendégek azt kérik, de maradjon rajta egy pici, amit aztán később bedíszíthetünk. Oké, Melinda, nálad közben, mi a helyzet? Igen, közben megemeltem a körömágyi részt, ugye a cover fillel, ugye Kuri Move Cover fillel. Ezt megköttettem, illetve meg is hajlítottam, és most fixálni fogom majd a felületet cleanserrel, majd meg fogom reszelni a mosolyvonalat. Felvettem a kesztyűt, bocsánat, mert van egy sérülés az ujjamon, és a cleanser az eléggé megmarta volna, úgyhogy mostantól kezdve kesztyű lesz rajtam, csak ezért van rajtam a fekete kesztyű. Lefixáltam a felületet, és ugye nagyon figyeltem arra, hogy nehogy letörjem ugye az alapréteget. És ami nagyon fontos, hogy egy extrém kék reszelővel fogom megreszelni a mosolyvonalat, egy teljesen új éles reszelővel, mert csak ennek az élével tudok tökéletesen ide nyúlni a mosolyvonalhoz, és ezzel tudok teljesen éles vonalat belevágni, úgymond, vagy belevésni, hogy mondjam, a magában a mosolyvonalba. Nyilván utána majd ezt fogom még igazítani, de ezzel fogom elkezdeni a munkámat. Egy gyengébb reszelő sajnos erre nem lenne alkalmas. És hát sokan próbálnak használt reszelővel is dolgozni. Igen, sajnos ez is egy rossz hozzáállás. Én nagyon, egyébként én általában mindig ilyen 30-assával veszem a reszelőket. Nálam az előkészítő reszelőre is mindig nagyon odafigyelek, és főleg itt a mosolyvonal reszelésnél itt is mindig az új reszelőt részesítem előnyben. Egyébként ezeket a reszelőket tehát nem kell utána eldobni, utána tökéletesek a felületnek a megmunkálásához. Úgyhogy igazából én nem ezen szoktam spórolni, hogy mondjuk a reszelőt, egy jó használt reszelőt használok, mert felesleges igazából. Csak a munkánkat lassítjuk vele, egy új reszelő sokkal gyorsabban és hatékonyabban dolgozik. Tőlem sokan azt kérdezik, hogy ez mennyivel több idő, hogyha csinálunk egy ilyen mosolyvonal reszelést, mert ugye ez egy ilyen kardinális kérdés, hogy oké, nagyon szép, de ugye mindig az idő pénz a szalomban, hogy ezt körülbelül hogy tudnánk megmondani, mennyi ez az idő? Én általában körülbelül, ha úgy rászámoltam, durván egy fél órával több, mint hogyha klasszikusan építek. És ilyenkor többe is kerül a végösszeg? Ezeknél a formáknál általában nálam órabérben szoktam számolni, attól függ ugye, hogy mennyi időt töltök egy extrém formának a felépítésével, ahhoz képest szoktam órabérben kiszámolni, hogy akkor körülbelül mennyi idő ez, és ez alapján szoktam
ugye az összeget meghatározni. Átnézzünk közben a Szilvihez is akkor. Közben megjött a főnökasszony a színpadra. Szilvi, te hol tartasz? Közben én lefettem a géllakomat, ugye nullás clear top géllakkal. Ennek is a kötés ideje 1-2 perc ledes lámpában. És ezt fogom fel finom mattítani. Tehát a rózsaszín közepű porcelán finomítónak a finomabbik oldalával fogom ezt megtenni, ugye ezt azért, hogyha érintéssel, tehát megdörzsölítik, akkor lehet érezni, melyik az erősebbik és a finomabbik oldalam. Mindig azt mondjuk, hogy a feliratos, mert így biztosan nem téveszti el senki. Így van, ugye a feliratos oldala. És akrillal fogok rá továbbá dolgozni, és ezért fogok finom mattítani a felületen. Ugye fényes, száraz felületen, hát így összefolyik, egy kicsit így összeugrik az akrill festék, tehát nem lehet nagyon szépen dolgozni rá. Főleg, hogyha vékony vonalakat akarunk készíteni, akkor biztosan nem. Így van. Úgyhogy ezt most mindenképp fel kell mattítanom. És ezután fogom felkenni a bőrvédő folyadékomat. Ugye ez egy új termékünk, ugye ez így néz ki, egy ilyen gyönyörűséges rózsaszín bőrvédő folyadék. Ezt kell majd a bőrre körbekenni és megszárítani. Ugye a száradási idő az körülbelül egy olyan 1 perc lesz. Én egy ilyen kis trükköt szoktam alkalmazni. Én bekapcsolom a lámpában a ventilátort, és akkor gyorsabban megszárad. Ugye a száradását onnan fogjuk látni, hogy szín változása lesz. Tehát inkább ilyen pirosas színe lesz, és kicsit ilyen átlátszós. És hát ezt az anyagot ugye a nyomdázások kapcsán ismerhettétek meg. Egy ilyen gumiszerű anyag, ami szerintem nagyon fantasztikus, és még nagyon sok lehetőséget rejt magában a díszítéskor. Így van. Így van, úgyhogy ameddig ez megszárad, addig fehér vamú vakri festéket fogok kinyomni a sablonom hátuljára, és egy szivastörlő lapkát fogok még használni ez a szivas technikához. Ez elég puha, és se nem túl nagyok a lyukacsosságai, se nem túl tömör, úgyhogy ehhez a technikához hát ez alkalmas igazából. Úgyhogy más vattát én semmiképp sem ajánlok rá. Akkor ne a sminkes szivacsal próbálkozzunk. Ne. Okay. Melinda, te melyik szint használod most? Még egyszer, bocsánat. Melyik szint használod? Most a színes zselék, a klasszikus színes zselék közül a 7-es fekete zselét fogom használni alapnak. Azért, mert a szupernovák önmagukban egyébként nagyon-nagyon szépen csillognak, de hogyha egy sötétebb alapot készítünk alá, akkor sokkal intenzívebb lesz a hatás, és ezért a fekete 7-es színes zselét választottam. És igazából ugye, amikor szabad célbe építünk be színes zselét, akkor ugye két rétegbe szoktuk, így most kiváltom azt, hogy egy réteg lesz a feketéből, egy réteg lesz a szupernovából, és így lesz nekünk meg ugye a két réteg a szabad célon a színes zseléből. Majd ezt, egyébként ezt a fekete alapozást ezt a tigriseknél is nagyon igen, jó alapozni, tehát igen, nagyon jó alkalmazni ezt a fekete igen, alapozást. Ezeket a nagyon szép kis csillámokat annyira szépen kiemeli, és sokkal intenzívebb lesz a hatása. Majd, hogyha felvittem a szupernovát, akkor pedig ugyanúgy a clear-rel fogom ugye a szabad széli részt kitölteni, hajlítani fogom majd a szabad szélt, és utána össze fogom reszállni. Hányas a száma a szupernovának? A szupernovának ez a 6-os. 6-os számú. Igen, bocsánat, fordítva van, de a 6-os. Igazán aktuális színe van. Szilvi? Közben a bőrvédő megszáradt, ugye lehet látni, hogy egy ilyen picit ilyen pirosas átlátszó színe lesz, na akkor jó, onnantól kezdve tudunk tovább haladni. Ugye az akril festékem ki van nyomva, és a szivacs lapkámnak teljesen az egyik élét használni fogom, és kivételesen nem higítom fel az akril festéket. Hogyha felhigítom, és vizes, tehát túl vizes lesz az akril festék, és összefolyik, tehát nem fog működni ez a technika vele, viszont ha már így sűrű, akkor ne tegyétek vastagon. Tehát bele kell egy kicsit masszírozni ebbe a szivacsba. Tehát egy kicsit ilyen szárazabban dolgozom vele, de nem vastagan, ugye a kettő nem ugyanazt jelenti.
És ahol ilyen fekete terület van, oda tulajdonképpen rányomogatom ezt a szivacsot. És lehet, mondja csak. Lehet látni, hogy nem vastag az anyag. Jó, ha túl vastag lesz az akrilfesték, akkor esetleg előfordulhat, hogy kikopik, vagy lepattan róla a fedő, ugye nyilván azt nem szeretnénk, és ez így pikpak meg ez is van tulajdonképpen. Ez a tejút. Így van. Mi történik akkor, hogyha valaki elrontja ezt például, és teszem azt, túl sok lesz a fehér, vagy túl híg a festék, és egy nagy maszat lesz belőle, akkor mit tud csinálni? Hát nyilván le lehet buferolni a felületről és újrakezdeni, de hogyha így dolgoztok vele, ahogy ugye most én említettem nektek, akkor nem lesz probléma vele. De és hát azt gondolom, javítható. Így van, egyszerűen javítható, és amúgy lehet fehérebb is végül is, tehát egy intenzívebb hatást is lehet, nyilván vendégtől függ, hogy mit szeretne pontosan. Úgyhogy nem egy bonyolult. Én azt gondolom, ez egy nagyon szalonbarát díszítés. Ez gyors, látványos, egyszerű. Jó, közben el fogom távolítani a bőrvédő folyadékot, ami már ugye megszáradt. Ezt a bőrvédő folyadékot nagyon jól lehet használni például a nyomdázásnál is, és nem csak a bőrre, hanem egyébként a köröm felületre is. Hogyha ki pont akarunk hagyni egy részt, kiukadni. Akkor egy rugóra jár az agyunk. Tehát, hogyha ki akarunk hagyni egy részt, tehát nem akarjuk, hogy az egész köröm felületet lenyomdázzuk, akkor arra a részre akár egy a megadott formában felfesthetjük ezt a folyadékot, és akkor ugye utána lehúzzuk róla, és akkor az üresen marad. Nagyon könnyen el lehet távolítani. Én egy narancsapálcával felpiszkáltam az egyik végét, és teljesen egészében, ahogy van, végig lehet húzni, gyönyörű szépen eltávolítható és könnyedén. Arra vigyázzatok még, hogy kettő ilyen gumis rész két ujj mellett ne érjen össze, mert leszedi a másikat. Mert érdemes ennél odafigyelni. Közben még gyorsan még elmondom, hogy egy pár csillagot még felfestek. Jó, és olyan, azt megvárjuk olyan még. Lesz, te olyan bolygó? Igen, olyan okay. Is. Azt is megvárjuk még. Jó, akkor Twixi ecset segítségével felhígítok egy kevés akrilt. Ugye az előzőleg úgy is kinyomtam, úgyhogy ez pont jó is lesz nekem. És mivel vékonyan fogok dolgozni, tehát tényleg kell egy kicsit hígabb állag. Jó, tehát minél sűrűbb az anyag, annál kevésbé tudunk vékony vonalakat húzni. Ezt tudom, hogy mindig egy ilyen sarkalatos pont, ezt tudom, hogy nem könnyű. És ráadásul, amire figyelnetek kell, hogy ne kanalazzátok az anyagot. Tehát inkább így húzzátok ki az anyag felesleget belőle, kicsit lehet így forgatni, hogy vékony legyen az az ecset. Hogy hiába hígítjátok föl, hogyha belekanalasztok, akkor nyilván vastagan fog fogni, hiszen sok az anyag benne. Hát itt ugye ki milyen ecsettel szeret dolgozni, ugye láttatok ma már Barbara ecsettel dolgozni, ugye volt, aki Art Design ecsettel dolgozott, most ugye a Twixi ecset, egyébként én is nagyon szeretem a Twixi ecsetet. Hát kinek ez, kinek az. Igen, ez abszolút egyénfüggő, azt gondolom. Viszont amiben megegyezhetünk... Meg az Art Design nagyon szeretem, de szerintem amiben megegyezhetünk, az a természetes szőr, nem, Zsuzsi? Ez biztos, igen. Ahogy ezt már a korábbi előadásban el is mondtuk, hogy ha akrilfestékkel festünk, akkor mindenképpen természetes szőrű ecsetet használjunk. Ha pedig zselével, akkor pedig a nullás ecseteket javasoljuk a vékony vonalak festéséhez. Jó, oda raktam a két csillagot, ahol egy picit még ilyen feketésebb a terület, hogy látszódjon. Közben ugye ki is mosom az ecsetet, ugye ez nagyon fontos, hiszen az akrilfesték száradás után nem oldható. Ugye nem szeretnék, hogy az ecsetbe beleszáradjon. Amúgy tudom nektek ajánlani a narancsos ecset tisztító folyadékunkat, és az akril száradás lassító ilyen pipettás folyadékot is. Ezek nagyon alkalmasak ecset ápolására is. Sokkal tartósabb, sokkal több ideig megőrizzük az ecsetek tulajdonságát. Jó, tehát de ha már itt tartunk, Szilvi, bocsánat, hogy közbeszólok. Én azt gondolom, hogy elsősorban mindig az a legfontosabb, hogy mentsük meg az ecseteket a beszáradástól, és ehhez egy remek eszköz ez az ecsetmosó tálka, amit, hogyha, bocsánat, de ide teszek, hogy lássuk.
Ugye, mert hogy az ecsetünket a vízbe bele tudjuk állítani úgy, hogy közben nem görbül el, ugye, mint hogyha egy pohárba beledobnánk, akkor ugye elgörbülne a szőrszál. És ez egy remek kis ecsetmosó edény pont ezért, mert ha esetleg nincs időnk kimosni az ecsetet tökéletesen, akkor így beleállítjuk az ecsetet a folyadékba, tehát a vízbe, mert hogy víz van benne, ugye az akrélfestés esetén, és így nem tud beleszáradni a festék. Úgyhogy nem egy nagy összeg egy ilyet megvásárolni különben, és egyszer kell körülbelül, mert ennek ez aztán az életünk végéig is elkísérhet. És ameddig Szilvi még ráhozza a fedőfényt, és mielőtt még Melindához átmennénk, csak annyit szeretnék kérdezni, Szilvi, hogy a csillagokról egy kicsit azért beszéljünk, mert oké, hogy oda tettük a csillagot, de ilyenkor jól láttam, hogy különböző hosszúságú, ilyen kis keresztirányú vonalakkal dolgoztál? Mert így ugye van. Ez a nem mindegy. Így van, a függőleges és a keresztirányú, tehát a vízszintes vonal az hosszabb, és akkor a keresztvonalak rövidebbek. Ez szerintem így egy kicsit pofásabb. Igen, ezt a Kinga is elmondta az előző előadásában. Így azért sokkal szebb lesz, tehát még a csillag sem mindegy, hogy hogyan festődik, ugye? Hát igen, ezek ilyen kis apróságok. Kettő réteg nullás clear top gellakkal fogom fedni a felületet. Ugye miért kell a kettő réteg? Mert akrélfestékkel festettél. Így van. Nem szeretnénk, hogy kipattanjon, úgyhogy kettő réteget mindenképp ajánlunk rá. Hát ez alatt mennyi idő kell a köztes kötetésre? A villámkötésre egy olyan fél perc körülbelül elég, és akkor a teljes kötésidő az 1-2 perc lesz LED lámpában. Oké. Nézzük, Melinda mit csinál? Ő is használja a bőrvédő folyadékot. Közben azt szereztem hogy ugye a formát, és én nyomdázni fogok, ezért is kenem föl most a bőrvédő folyadékot. Egy valamit elfelejtettem mondani, amit szeretnék kihangsúlyozni a Supernovával kapcsolatban, hogy ez a színes zseli, ez viszont csak UV lámpában köt, azért is van előttem kettő lámpa, az egyikben ugye LED-cső van fölül. A másik így van, ez egy nagyon fontos információ. Négy darab UV-cső, úgyhogy hát ilyenkor elő kell vennünk egy másik lámpát. Én egyébként két lámpával dolgozom pont ezért a szalomban, mert vannak olyan anyagok, amik nem kötnek meg UV-ban, vagy bocsánat, LED-ben, és ezért nagyon fontos az UV lámpa is, úgyhogy ne felejtsük el, azért tök jó a LED, de azért ne hanyagoljuk el az UV lámpákat. Erről tudtok tájékozódni a katalógusban, de van írva, hogy melyik azok az anyagok, amik esetleg nem kötnek meg LED-re. Erre mindig figyeljetek oda. Egyébként is érdemes a katalógusunkat, a nagy katalógusunkat gyakran olvasgatni. Szoktam mondani, hogy ez már nem egy katalógus, hanem egy tankönyv. És hát ugye annyiféle anyag, meg eszköz, meg minden van már, hogy már néha mi is elveszünk benne. Úgyhogy azt tudom javasolni nektek, hogy olvasgassátok gyakran a katalógusunkat, mert sokat lehet abból is tanulni. Közben előkészülök a nyomdázáshoz, ugye felkentem a bőrvédő folyadékot. A nyomda fejemet áttörlöm cleanserrel, és a nyomda magát a nyomdalapot. Én az új karácsonyi nyomdalapotból választottam. Ugye ez a kettő új van, nagyon jó kis karácsonyi mintákkal. Úgy gondolom, hogy szalomban azért hát eléggé meggyorsítja a munkánkat. Akár egy-egy plusz mintával kiegészíteni, szerintem iszonyatosan gyors, és tudjuk, hogy mekkora a pörgés így karácsony tájékán. Fel tudjuk dobni vele, vagy éppen ki tudjuk egészíteni vele az adott mintánkat, és nem vesz el ugye túl sok időt nekünk a szalon munkából. Magát ugye a nyomdalemezt azt acryl removerrel fogom eltávolítani, és letörölni. És nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezekkel az új tégelyekkel, megújult az acryl removernek. Én találkoztam a legutóbbi oktatásomon. Igen, egy pár új, ugye a spray prepnek, a liquidnek, illetve az acryl removernek ugye műanyag tégelye van, úgyhogy amiről nem beszélve ugye a nyitásáról, mert ugye egy másik kupakot kapott ez a tégely, úgyhogy sokkal könnyebb, nem kell állandóan letekergetni, és ugye úgy csavarni a kupakot, úgyhogy sokkal praktikusabb, én úgy gondolom. Áttörlöm a nyomdafejet, és igazán gyors leszek, úgyhogy elmondom így elméletben az elején, úgy fog történni a művelet, hogy a nyomdalakkal fogom ugye a nyomdalemezt lekenni, le fogom húzni majd ugye a lapkával, ugye a felületről a felesleget, ugye ezáltal a nyomdalak ugye beleül magába a mintába, fel fogom venni majd a nyomdafejjel ugye a mintát, és rá fogom helyezni a felületre majd nagyon-nagyon gyorsan ez a Multipearl 3-as Chrome Mirror pigment porommal elkezdem bele dörzsölni a magába
a nyomdalakba ezt a nagyon apró szemű port, és nagyon szépen fog csillogni igazából a mintám is ezáltal, és hasonlóképpen, mint a Supernova, itt szerintem látszódik, hogy ugyanolyan színhatást fogok elérni magával a mintával, mint a természetes, vagyis mint a körömszél. Most legalább láthatjuk, ugye az előbb az újvári Barbie-nál láttuk, amikor ugye Art Gale-lel dolgozott, hogy ráért sokat magyarázni, meg megmutatni, meg igen, minden. Most a Melinda nem fog ráérni nagyon erre, mert itt viszont amikor lakkal dolgozunk, akkor gyorsnak kell lenni, pláne hogy még beledolgozza ugye ezt a port is, úgyhogy... pillanatok alatt ugye felveszi, mivel átlátszó ugye a nyomóka, ezért nagyon szépen el tudja helyezni megfelelő helyre, és rögtön beledörzsöli a mintát. Bocsánat, hogy nem beszéltem közben, de azért én tudtam, úgyhogy én beszéltem helyetted. Magyar hangja fekete Zsuzsanna. Ráadásul ami nehézség, hogy ez egy szimmetrikus mintát választottam, tehát középre kellett így van. Pont ezért jó az átlátszó nyomdafej, ugye ezeknél. Egyébként nagyon picit ezt a Barbie használt előtte, tőlem kérte kölcsön, és ő matította meg egy picit, de ezáltal is ugyanúgy látom, hogy átlátszó. Az enyém egyébként nincsen megmatítva, és ugyanúgy föl lehet venni. Igen, mind a kettőre igen fel. Bocsánat, térjünk ki erre, hogy mi ez a mattítás, mert lehet, hogy valaki nem tudja. A nyomda fej, hogyha megnézitek, akkor nem átlátszó, hanem egy nagyon picit matt a felülete. Ezt egy finom mattítóval végeztem el, és hát a Barbie végezte el ennek a mattítását. Az Art Gale-lel dolgozott ő ugye előtte, és az Art Gale, mivel ugye, hát ugye, tehát ugye nem fog megszáradni levegőre, hanem azon, hogy elég sokáig lehet dolgozni. Az Art Gale elcsúszik igen, egy kicsit tapadósabb felületet kellett létrehozni. Igen, és ezért, de abszolút jól használható. Nem árt a laknak sem, csak egy picit tompább lesz, tehát nem annyira átlátszó, mint egy üveg, hanem olyan. De azért láttad, hogy hova helyezed el ettől függetlenül. Tehát akkor a laknak igazából mindegy, hogy matt vagy fényes a felület, de igen. A zselének viszont a matt az igen. Mindenképpen igen. Kell. Így van. Szilvi közben csinálja a bolygót. Melyik bolygót csinálod? Hát ez egy fantázia bolygó. A hollandit. Jó, fehér rajázsrét használok a bolygó megfestésére, ugye ez a 06-os Extreme White rojázseli, ugye ez fényes és matt felületre egyaránt mehet, nyilván most ebben az esetben én fényes felületre fogom elkészíteni, ez most menjen be a lámpában. Az alapot külön készítem el, és utána a csíkot, ugye azt majd rá fogom tenni, mert szeretném, hogy térben más hatása legyen, tehát térben előrébb legyen. Nem kell ennek most ilyenkor sok kötésidő, majd a csíkkal együtt fogom teljesen kiköttetni, és akkor szintén nulla sort ecsettel meghúzom a csíkot is. Megy be a csík a bolygó mögé, illetve előtte is. Közben Melinda, te pedig egy fényt raktál a tetejére, jól láttam? Easy of topot raktam a felületre, ugyanis igazából ugye rugalmas anyagról beszélünk, tehát mindenféleképpen egy olyan topot kell felvinnünk a felületre, ami rugalmas. Valójában maga a minta nagyon vékony, ugye a nyomda minta nem igényel dupla fedést, úgyhogy ez az egy réteg bőven elég erre a mintára, viszont a köröm az anyagnak a rugalmassága miatt muszáj egy rugalmas lakot fölvinnem, vagyis fényt. Egyébként pedig többek között azért is, mert ha oldani szeretnénk az anyagot, akkor az Easy Off Top az oldható termék, és mondjuk a hátsó bőrredő előtt ugye nem nagyon akarunk vékonyítani, mert ugye ott alapból az anyagmennyiség is vékonyabb, ugye ott nem biztos, hogy éppen csak egy mattítás fog történni, és hogyha mondjuk egy olyan fényzselét kenünk fel, amit nem szedünk le teljesen a felületről tökéletesen, akkor ott nem fog leoldódni az anyag. És egyébként használhatunk másfajta fényzselét is ezen kívül, vagy csak az az egy, amit javasolsz rá? Hát erre az anyagra én inkább ezt, igazából az Extreme Top Shine-t is lehet rá használni, az is egy rugalmas, viszont igen, akkor ott az oldásnál van egy olyan probléma, hogy ahol az Extreme Top Shine fennmarad, ugye ott nem oldható az anyag. Mást én nem nagyon javaslok, ugye mivel műkörömről beszélünk, ezért más fényzselét nem javaslok rá. Jó, itt pedig már készül.
Így van, előkészültek a krómok. Két krómgéllakot fog használni. Lesz egy ilyen zöldes, az a 19-es, és egy ezüstös, ez a 18-as. Ezeket jó alaposan fölkarázni, úgyhogy mennyi ideje készített elő a Szilvi a dolgot. Igen, egy viszonylag azért híg anyagról beszélünk, úgyhogy a pigmentek elég gyorsan le tudnak süllyedni az aljára. Van benne egy fémgolyó, ugyanúgy, mint a körömlakoknál, ugye ezt is fel kell rázni. Közben kijött a kéz. A bolygómat teljesen kiköttettem. Jó, ez színfüggő igazából, hogy mennyi lesz a kötés ideje, ez 1-2, esetleg 3 perc lehet. LED lámpában 1-2 perc alatt azért teljesen kiszokott kötni a royal zseli, legalábbis a fehér. A zöldet felkenem a bolygóm egyik oldalára, nyilván ízlés kérdése, hogy melyikre. Nem kell szabályosan, itt pont az lesz a lényeg, hogy nem kell koncentrálni, hanem felkenem, nagyjából lefedem a bolygót. Másik oldalára az ezüstöt. Egy picit kihúzom az anyagfelesleget a papírtörlőn, és a kettő szín találkozásánál pár mozdulattal összekeverem a színt, és bemehet most a lámpába. És fogadjunk, hogy rá fogod tenni a bolygóra fényt, és te a felesleget letörlöd. Most lelőtted a poént. Ezért jó. Vagyok itt. Amúgy bekapcsoltam a ventilátort, ezzel egy picit lehet gyorsítani a kötési időt. Amúgy 3 perc kötési idővel számolhatunk a krómgéllakoknál. És én meg úgy látom, hogy Melinda pedig befejezte a munkálatokat, úgyhogy mutathatunk egy finish képet. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon szépen harmonizálnak a színek, a szabad szél és a mintának a színei gyönyörűen. Igen, és tényleg annyira egyszerű szerintem a szalomba. Persze magával a fekete nyomdalak is bőven elég lett volna, de így, hogy a Chrome Mirror-port beledolgoztuk, így abszolút harmonizál a szabad szélnek a színével, és ugye ahogy forgatom, mindig más színben, meg más a fekben. Biztosan minden vendég kedvence lesz. Mert a kamerában lila, de én innen türkíznek látom. Igen, teljesen színjátszós, innen egy kicsit ilyen zöldes árnyalata van. Nagyon szép lett, érdemes megnézni élőben. És most, hogy már így látjuk az összképet, akkor el is mondanám Melindának a tanfolyamait, jó? Hogy Melindának milyen tanfolyamai vannak, már láthatjátok is a kivetítőn. Először is minden, ami az alapképzésből kimaradt, zselés, építés, első lépések az OKS képzés után, mit akar ez, Melinda? Ugye OKS-ban van egy alaptechnika, amit meg kell tanulni, viszont elég sok minden kimarad ahhoz, hogy a szalomban valaki gyakorlottan és tényleg rutinnal üljön be. Például a mosolyvonal reszelés technika? Nem, az már úgy gondolom, hogy már ez már egy magasabb, igen, az egy következő lépés. Például a sablonnak a tökéletes kivágására, annak a könnyítésére, akkor színes anyagoknak a felvitelére, tehát ilyenek, meg magáról a két formának, ugye már a szalon meg a mandula, az, ami a szalomba, vagy bocsánat, mit mondtam? Kocka meg a mandula, ami a szalomban a leggyakoribb, úgyhogy ennek a kettő formának, illetve a hajlítás, mert az is kimarad egy OKS képzésből, ezek vannak benne. Jó, akkor a következő tanfolyamot témája, a zselés körmök, a zselés világbajnoktól, mert hogy Melinda ugye világbajnok, mint ahogy ezt megtudhattuk. Négy szalonforma, itt már gondolom ez azért. Ez most átléptünk a hármas szintre, az egyesről. A közös az kimarad, de nem baj. Tehát ez egy azért elég úgymond igénybe vevő az, a tanfolyam, elég nagy léptekben haladunk. És lenne, hogy négy forma van egy nap alatt, azért az elég sok. Úgyhogy mindenféleképpen, akik már régóta dolgoznak szalomban velük, egy mandula, egy kocka, egy merilin, illetve egy gótikus mandula a tananyag. Tehát itt már azért az extrém formákban belegyúlunk, ugye? De az extrém formákból is gondolom, hogy olyan méretekben, igen, ami a szalomban használható. Szalomban, így van. Okay? És a harmadik tanfolyamot pedig zselés, építés, szalon technikái, kocka és mandula szalon tréning. Vendégkedvenc mintákkal kombinálva. Igen, itt ebben a tanfolyamon ugye itt is a kocka és a mandula forma dominál, és itt már megspékeljük egy kisebb árgéles díszítéssel, transferfóliával, abszolút olyan minták és olyan technikák, amit a szalomban is alkalmazok és használok, illetve a baby boomer is benne van a tananyagban. Nagyon jó, szerintem sokan szeretik a baby boomert, azt gondolom, hogy én is vendégek. Szeretem, mert nagyon gyors a szalomba és is. Gyors is, mi is szeretjük, a vendégek is szeretik, úgyhogy abszolút. Jó, köszönjük szépen, Melindának az előadását, egy nagy tapsot kérünk szépen neki, és még a Szilvihez átjövünk, mert közben elkészült a bolygónk, a Mars. Igen, a bolygóra
tehát a Chrome ugye megkötött, ugye ez volt 3 perc, és erre Chrome Top géllakkot tettem, de csak a bolygóra, tehát ugye azt vettem vele. Most megvárjuk annak is a teljes kötés idejét, és szálmentes törlő és spraypref segítségével fogom eltávolítani a felesleget. És ugye megtörténik a csoda. Ugye, ahol nincsen lefedve, onnan lejön a lejön a króm, és a bolygón meg ott marad. És lett egy ilyen zöldes, ezüstös, átmenetes bolygónk. Nagyon szuper ez a galaktikus csoda. Nagyon szuper. Köszönjük ez a szépen a Balázs és Szilvinek is az előadását, és köszönöm. Mielőtt még itt elszaladnánk, azért mondjuk el Szilvinek is a továbbképzéseit. Már láthatjátok is a kivetítőn. Az első új csajos szalonvirágok. Hát itt mindenféle anyaggal dolgozol, ahogy láttam, krisztalakkal, royalgéllel, van múva akrélfestékkel. Igen, ez egy kombinált tanfolyam, ez már egy haladóbb szintű. Ugye készülnek különböző ombra alapok, egy mozdulat technikával dolgozunk, egy kicsit belemegyünk a royalzselék használatába, egy picit gyakorlottabbaknak ajánlott, de azért egy ilyen kettes szint, tehát egy közepes haladó szint. Jó, a következő villámgyors szalonminták royalgélekkel, tehát ez kimondotta a royalgélekkel történik, ugye? Vagy mást is beleviszel azért? Nem, ez csak royalzselékkel készülnek el ezek a minták. Ezek teljesen alapszintű minták. Én azt gondolom, az OKE tanfolyamról kijött, vagy újrakezdő szakembereknek. És látom, hogy kimondottan a fehéret szeretett használni ebbe a tanfolyamba. Igen, különböző alapokra, fehér royallal, különböző technikákkal készítünk mintákat. A harmadik tanfolyamod, krisztalak mánia címmel, krisztalak géllakkozás minden mennyiségben, mert ugye tudjuk Szilviről, hogy a géllakkozásban nagyon-nagyon otthon van, ugye főként ez a fő profilja, én azt gondolom az oktatásban, ugye díszítési tippek és praktikák Szilvi szalonjából. Igazából ez a krisztalak mánia egyes tanfolyam, én azt gondolom, hogy megoldást szokott jelenteni mindazoknak a körmösöknek, akik belefutnak abba, hogy nem tartós a géllak, vagy hogyan lehet egyáltalán tartósába tenni, miért pattan le, miért válik föl, tehát minden ilyen problémába belemegyünk. Tehát ez elég alapos, egy kicsit technikai, kicsit díszítő is. És akkor van ennek egy olyan változat, hogy krisztalak mánia 2. Így van, ez pedig inkább egy díszítő tanfolyam, itt is azért készülnek különböző alapok, például a Baby Boomer elkészül géllakból, ez elég gyakori kérdés, hogy melyik színekkel és milyen technikával, és különböző díszítési módszerekkel még kicsit tarkítjuk ezt a repertoárt. Jó, köszönjük szépen Szilvinek az előadását, egy nagy tapsot kérünk szépen!